Na lássuk. Azt gondolják a kedves vendégeink, hogy azért eltűtű kézelte szépen csendesen utána. Lenyugtatod magad, aztán mész a tentébe. Igen, rosszul gondolják. De ebben az a vicces, hogy ez úgy szokott kinézni, hogy ugyan mondjuk fellépni mi is, tehát a fellépésnél általában nem én vezetek, de ugye rengeteg egyéb teendő van, mint amit mondtunk, már akár ilyen esküvőszervezés is, de azért fellépésnél is előfordult, hogy én vezettem hosszú kilométereket. És lényeg az, hogy ez az a stádium, amikor már többször lebóbiskodsz, sőt már ki is állsz kútra aludni mondjuk fél órát, de mégis, amikor hazaérsz, akkor én így leállítom a gyújtást, és akkor azzal a lendülettel így vagy a homlokomat föltámasztom a kormányra, vagy eldőlök oldalra, tehát rendszeresen. Ennyire elfáradok. Annyira elfáradok, hogy aludnom kell egy 10-15-20 percet, hogy összeszedjem az energiámat, hogy még be kell pakolnom, hogy még föl kell mennem, és akkor inkább egy kicsit még csicsikjelök. De volt már, hogy a WC-n elaludtam fejjel lefelé. Úristen! Lelógattam, hogy így lazítsam a gerincemet, és arra ébredtem, hogy lógattam. Azt hittem, hogy fordítva helyezkedtél fel. Nem. Ja, hogy úgy. De egyébként aztán most már egyébként ez egy kicsit úgy kedvelésemre is várt, tehát volt, amikor még garázsban parkoltam, és akkor a párom tudta, hogy azért nincs vétel a telefonomon, mert valószínűleg a garázsban alszom. Az a ér. És akkor lejött értem, gyere, az most már gyere az... föl. Én kezdődő narkolepszia. Igen, de ezt az utcán is eljátszottam, sőt egyszer volt, hogy mellettem két ember így szerintem fél részegen elkezdett veszekedni, és akkor már fölkeltem volna, de akkor már nem mertem, tudod, mert mondom, nehogy tanulja legyek valaminek, hogy ez hirtelen fölülök a kocsiba, úgyhogy akkor addig lapultam ott, amíg arrébb nem mentek. Őrület. Azért szólja, hogy merre jársz az autó, hogy piros lápán, hogy beszundizom, hogy arra ne járjon, nem szoktál, jól van.